Az első Alzheimer kafét 1997-ben Hollandiában dr. Meissen Berre geriáter, pszichiáter hozta létre. Magyarországon az első Alzheimer kafét 2014-ben dr. Menyhárt Miklós háziorvos indította útjára Győrben. Az évek során egyre több városban rendeznek Alzheimer kafét országszerte. Budakalászon is fontosnak tartották, hogy csatlakozzanak. Az első eseményre szeptember 14-én került sor, az előadók teltház előtt osztották meg szaktudásukat. Nagyon drukkoltam a siker érdekében, nagyon szorítottam, hogy ez összejöjjön, és hát a megjelentek száma bizonyítja, hogy igenis óriási az érdeklődés az Alzheimer Café intézménye iránt. A dementálódó folyamat, az Alzheimer kor egy nagyon-nagyon rossz és riasztó korkép. A családok ezzel nem tudnak mit kezdeni, a jó barátok, a családtagok, kellenek a módszertani lépések, kell, hogy valaki az Alzheimer Cafén keresztül megfogja az érintettek kezét, családtagoknak tippeket adjon. Az életvezetéshez szükséges, fontos információkkal láthassa el az érdeklődőket. És ugye erre egy nagyon kiváló szakembert hívtak meg erre a mai eseményre. Kérem szépen, hogy őt mutassa be, és hogy miért pont ráesett a választás ezen a legelső alkalmon. Amikor szakértőt kerestem a rendezvényünkre, nekem akkor a kezembe akadt egy információ Juhász Ágnesről. Jobban utána nyomoztam, és kiderült, hogy ez a kedves hölgy nem csak hogy profi előadó, de ugye ennek a szakmának egy nagyon fontos ismerője, gyakorlati ismeretek valóságos tárházával is rendelkezik. Tudtam azt, hogy angol-szász országokban szerezte a remek képzettséget, és hát idehaza Magyarországon is, illetve külföldön is a megszerzett tudást gyakorlatban alkalmazta. Megkerestem, és ő igen mondott. Juhász Ágnes, demencia ápolási specialista és nemzetközileg publikált író. Szerinte minden nap, minden órája és minden perce, ami 10 éve demenciával élőkkel tölt, igazolja azt a tézisét, miszerint személyre szabott ápolással, megfelelő technikák alkalmazásával, türelemmel, odafigyeléssel és szeretettel az együtt töltött idő vidámmá tehető és az életminőség magas szinten tartható még akkor is, ha a stádium előre haladott, és a rövid távú memória már régen felmondta a szolgálatot. Kaptam egy felkérést Budakalász önkormányzatától, és ők elmondták, hogy ez az első Alzheimer Café, ami itt indult, vagy itt kezdődik, inkább így fogalmaznék, hiszen azért ez egy hosszantartó és folyamatos támogatás azoknak, akiknek ebben a témában segítségre van szükségük. És nyilván arra helyeztem részemről a hangsúlyt, amik az alapok, hiszen az Alzheimer Caféban lehet majd építkezni hónapról hónapra, jönnek különböző szakemberek, arról szól ez az egész szerveződés, hogy különböző aspektusokból kapnak támpontokat az erre szorulók, vagy az ezt igénylők. Úgyhogy én most gondozási szempontból tudtam megalapozni azt a talán hozzáállást, vagy szemléletet, amit szerintem fel kéne venni ahhoz, hogy kicsit sikeresebbek legyenek a gondozók közötti mindennapok. Ön mit gondol, a mai társadalomban, hazánkban maga a demencia vagy a betegség, az mennyire tabu téma? Hát reményeim szerint egyre kevésbé, nem olyan régen még azt mondtam volna, hogy nagyon, de éppen az Alzheimer világhónapban vagyunk, szeptember az mindenhol a világon, illetve konkrétabban szeptember 21 az Alzheimer világnapja, és már ez, hogy Magyarországon ennyi szervezet erről megemlékezik, is azt mutatja, hogy ez a tabu, ez kezd eltűnni, vagy legalábbis szerintem szignifikánsan javult a helyzet évről évre. Noha a másik oldalon azért sem a pandémia, sem ez a gazdasági jelenlegi helyzet nem biztos, hogy a legjobbat tesz a demencia gondozás fejlődéséért, nem csak itthon, bárhol a világon, nem ez az első prioritás, mégis azt gondolom, hogy fejlődik itthon a helyzet, javul. Határozottan. Jelenleg nincs gyógymód az Alzheimer korra. Ha egyszer egy személynél megjelennek a jelek, emlékezetkiesés és tanulási, ítélőképességi, kommunikációs és mindennapi problémák formájában, akkor nincs olyan kezelés, amely megállíthatná vagy visszafordíthatná ezeket. Egyes gyógyszerek esetleg lelassíthatják a kor súlyosbodását. Az esemény célja, hogy többet tudjunk meg a kezelésről, a lehetőségekről.
Az eseményen dr. Göböl Richárd polgármester is jelen volt, de ezúttal neurológus szakorvosként. Juhász Ágnes is reméli, hogy sikerült minél többet a tudásából átadni, megosztani. Amit én ma ebből átnyújtottam reményeim szerint, az például az agresszió kezelése, megelőzése, vagy a kihívást jelentő viselkedés megelőzése, ami egy elég kardinális téma szokott lenni, akár otthoni közegben, akár intézményes közegben. Erre adtam pár tippet a résztvevőknek, és az előző kérdésre visszatérve, hogy mennyire tabu vagy nem, szerintem nagyon jól példázta a mai kezdeményezést az, hogy telt ház volt. Szóval talán már egyre többen kimernek bújni a csigaházból, és kérdéseket feltenni, megbeszélni a problémáikat, kérdéseiket, úgyhogy én azt gondolom, ez is egy élő példája volt annak, hogy jó úton járunk. Említette ugye olyan is, hogy valóban itt nagyon sokan voltak, és tettek fel kérdéseket is. Nem szeretnék így nagyon a részletekbe belemenni, de mi volt az a kérdéskör, az a téma, amit érintettek itt a kérdésfeltevők? Vannak ismétlődő kérdések, például annak a megoldása, amikor az állapot rosszabbodik, és már a súlyos szakaszba lép a beteg, és nem tölthet 24 órát egyedül. A mai világban nagyon nagy luxus megtenni a gyermek részéről, hogy feladja a munkahelyét. Tehát ez a logisztika, hogy ki legyen az érintett beteggel, meddig lehet egyedül hagyni, illetve az a bűntudati kérdés, hogy mi az a pont, ahol esetleg elgondolkodhatom egy intézményi ellátás lehetőségén. Ez visszatérő kérdés szokott lenni. Korosztálytól függetlenül fontos, hogy minél többen tudjanak a demenciáról, az Alzheimer-korról, hiszen sajnos gyakran találkozhatunk vele. Elsősorban azok jönnek el nyilván első körben, akik érintettek egy hozzátartozójuk által. Voltak viszont olyanok is, akik civil szervezetek tagjai itt, ha jól tudom, a képviselő úrtól, akik dolgoznak Budakalász mentális egészségéért, hogy így fogalmazok, amiben beletartozik a demencia kérdése, és a fiatalokat is nagy szeretettel látnánk, és vagy látnák a szervezők, ebbe biztos vagyok. Viszont ez volt itt az első, itt nem tudok tapasztalatról beszélni. Voltam olyan demencia, vagy bocsánat, Alzheimer kafén viszont már így az elmúlt években, ahol rengeteg fiatal van, például a pécsi Alzheimer Café az egy olyan helyszínen van, ahol az egyetem nagyon közel van, és nagyon sok orvostanhallgató érdeklődésből, információgyűjtésből, tehát hogyha van itt is, miért ne lehetne olyan, aki a jövőit abba képzeli el, hogy akár kutató lesz, akár pszichiáter, akár gondozó, tehát akármelyik szegmensébe, ugye itt a holisztikus gondozás elvét, ha figyelembe veszük egy demenssel a közepén, nagyon sok szakember dolgozik körülötte, kevesebb, ki több részvétellel, de kell mindenkinek a jelenléte, akár ha mentős lesz, akár ha buszsofőr, tehát előbb-utóbb dementálódott emberrel össze fogja hozni a sors. Így ilyen értelemben azt gondolom, hogy egy társadalom fejlődhet azzal, hogyha a fiatalok is érdeklődnek a jelenség iránt. A szervezők szeretnék, ha az esemény Budakalászon is egy sorozattá alakulna. Én úgy gondolnám, hogy a következő alkalom körülbelül 2 hónap múlva lesz. Ugye rettentően sok a szervezés egy ilyen folyamattal kapcsolatban, egyeztetni kell az intézménnyel, amelyik ugye minket most vendégül lát. A teremmel kapcsolatos kérdések is fontos feltételt jelentenek. Én amondó lennék, hogy november hónapban tartjuk a másodikat. Amire szintén nagy szeretettel várok majd mindenkit, az alkalmat meghirdetjük mind az elektronikus platformokon, Facebook oldalon, a Város honlapján, és természetszerűleg a Város nyomtatásban megjelenő újságjában is. Ha bármilyen kérdésük lenne az eseménnyel kapcsolatosan, keressék bizalommal Balogh Csaba képviselőt a balogh.csaba@budakalász.hu e-mail címen.